Dicsértessék a Jézus Krisztus! Na hát, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy egy lengyel származású atyával beszélgethetek Szent II. János Pál pápáról. Egy nagyon különleges életeseménnyel kezdjük ezt a beszélgetést, az atya életeseményével, amikor is találkozott a Szent Atyával. Ez mikor és hol történt? Ez régen volt, túl fiatal voltam ehhez. Ez nagyon hosszú sztori, tehát ez nem nehéz megmagyarázni, de röviden csak ennyi, hogy egy nyári biciklitúrát szerveztünk Krakóból Rómáig, egy biciklitúrát kellett fáradozni egy kicsit, nehéz az út, hegyek, meleg, iszonyatos. És mikor érkeztünk a Rómába, kiderült, hogy van egy atya, aki a lengyel háznak a vezérigazgatója, és ajánlotta nekünk, hogy viszi minket, tehát kis papokat, damonkosok viszi a Castel Gandolfo, ahol pápa vasárnap szokott beszélgetni, találkozni, a hívekkel is előtte még volt pár percet, hogy bemutatkozunk, és kik vagyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk is. Ez szép élmény volt számomra. Milyen hatással volt rád ez a találkozás? Hát ez persze ez túl gyors, tehát ezt nem tudtunk itt beszélgetni, mint most itt a stúdióban. De számomra tehát ez egy először lehet mondani, hogy találkoztam valakivel, akiről nem csak hallgattunk, akire figyeltünk, a misére, tömegesen mentünk misére vele találkozni, olvastunk a könyveket, vagy valamit, tehát ez most a egyház vezetője ott volt, aki szintén lengyel, és ez mint egy apaként, mesterként jelentkezik, igen. Mit gondolsz arról, hogy akik a papi szerzetesi hivatást választották, és itt nyilván gondolok a te saját példádra is, mennyire volt inspiráló az ő személye? Persze ez gondolom nehéz megmagyarázni, lehet, hogy egy pszichológus többet tud arról mondani. Biztos egy fontos dolog, tehát az, amikor lengyel pápa lett, és valahogyan példakép megjelent a fiataloknak, akik keresnek az utat, akiknek ez fontos egy példakép. Tehát ezt gondolom, hogy az személye, az pozíciója az, hogy most egyházvezetője is, és de gondolom ő is mindig hangsúlyozta, hogy kevés a munkása, tehát kevés az ember, akinek hirdetnie kell evangélium, és lehet, hogy ez egy kicsit inspirálta a fiatalokat, hogyha ő arról beszélt, tehát ez lehet, hogy érdemes vállalni ez a pályát. Az ő személyiségéből, személyéből, tevékenységéből, tetteiből, intézkedéseiből, hogyha erre gondolsz, hogy mi az, ami hozzád mondjuk a legközelebb áll, vagy amivel a legjobban azonosulsz, vagy ami a te lelkedet leginkább megérinti? Szerintem az, hogy mindenkivel, vagy mindenkiben találd egy partner. Tehát igazán soha nem lehet, amit lehet látni, tapasztalni, amit az emberek mesélnek. Tehát nem lehet volna tapasztalni, hogy ő egy magas, fontos ember, egyik legfontosabb a világon, ha így akarunk látni. Tehát, hogy van egy valamilyen személyes, lelki kapcsolat. Tehát ez gondolom, hogy ez számomra az fontosan, de ez is lehet mondani, hogy a pápa mint egy vezető, de mint egy lelki pásztor, mert ez fontos látni, hogy ő nem csak politikus volt, aki a Vatikánban ült egy széken és irányította a világot, tehát egy lelki pásztor, tehát egy útmutatót próbálta adni nekünk, a keresztényeknek, vagy embereknek, mert ez fontos, hogy nem csak a keresztényekkel találkozott. Tehát ez minden ember számára fontos volt. Tehát ez lehetne mondani, hogy mit tanított. Tanított nekünk élni, tanított szeretni, mit jelent szeretni,
Ha az látjunk, hogy a végén hogyan szenvedett, lehet mondani, hogy tanította minket, hogy hogyan kell szenvedni, hogyan lehet szenvedni, igen, meghalni, és hogyan lehet hinni. Tehát ez valahogyan ebben a területen ez több inspirációd lehet. Te mikor érkeztél ide Magyarországra a hivatásod, vagy a missziód miatt? 98-ban. Tehát ő már lehet mondani, hogy lehet érezni, lehet látni rajta, hogy ez már ez a szenvedés, a betegség, ez már nagyon érintette őt. Ja, 91-ben járt itt Szent II. János pápában Magyarországon, csak az, de még utána is valamikor, azt hiszem, 91-ben nekem ez azért emlékezetes. Igen, 95 volt a másik, 91-et azért is jegyeztem, meg ma akkor születtem, és ez számomra egy ilyen nagyon szép évszám. Véleményed szerint a lengyel emberek identitásához, büszkeségéhez, önbizalmához adott esetben hogy járult hozzá az, hogy a történelem során volt egy lengyel pápa, és ez a lengyel pápa azért óriási népszerűségnek örvendett életében is, és azóta is. Igen, tehát szerintem, ha nézünk egy kicsit a múltba, tehát nem nagyon ismerünk egy lengyel, aki elérte volna ilyen, lehet mondani, bármelyik pozíciót, amit lehet mondani, hogy az egész világ ismerte volna. Tehát ez bárhová mentél, ez mindenki tudta, hogy a második János Pál vagy Wojtyla, ez kicsoda. Utána lehet mondani, hogy Valensa egy kicsit megpróbálja ezen az úton. De ő az első. Az, hogy a pápaként megjelent, ez jó lehet mondani, hogy érinti csak a hívő embereket. Az, hogy Lengyelországban 95% ez hívő ember, ez lehet mondani, hogy az is valamilyen személyes kapcsolat, hogy a pápon ez nem csak ilyen vezető, ki parancsolni fog minket, hogy mit kell tennünk, hogyan kell hinni. Csak ez valahogyan lehet mondani, hogy ember, aki ebből a népből indult, és most közelebb is áll hozzánk. Tehát ez gondolom, nincs ilyen lengyel, aki nem lenne büszke, hogy ez valahogyan sikerült. Akár hívő, akár nem hívő emberről van szó. Te lengyelországi ismeretségi körödben, akár amikor a papi hivatást még tanultad, vagy a tanulmányait során, találkoztál olyan személlyel, aki viszont kicsit szorosabb kapcsolatban volt esetleg a Szent Atyával, Szent II. János pápával? Volt ilyen személy az ismeretségi körödben? Persze, tehát sok, tehát voltak is domonkosok, akik lehet mondani, hogy próbálták nagyon kooperálni, akár a tudományi területen, akár például ez a atya, aki szervezte a zarándoklatokat Lengyelországból, aki kiviselte a lengyeleket. A pápa nagyon érdekes személy is volt, aki szokott szervezni ilyen tudományai találkozások. Például voltak ilyen híres filozófiai szeminárium a Castel Gandolfo-ban, és ebben nagyjából egy részben a lengyelek részt vették is, tehát voltak a professzorok, a tanáraim között is valaki, aki valahogyan közel áll hozzá. Tanulmányait során az oktatási intézményekben mennyire fektettek hangsúlyt arra, ahol a Szent Atya írásaira, az ő munkáira, enciklikáira mennyire erősen iktatták ezt be a tananyagba? Hát szerintem ez két részről lehetne, vagy két részre kellene vágni az. Tehát az, hogy Károly Wojtyla, mint filozofus, mint professzor. Tehát az egy egyetemi tanár is. Igen, egy területe. És ez lehet mondani, hogy egy nagy hatása is volt arra, hogy hogyan ő látta az embert, hogyan látta az emberi méltóságát, hogyan látta az emberi szexualitást. Gondolom, hogy ez ilyen alapkő, ha most valahogyan akarunk
rendet találni is a mai furcsa világban, keresni az utat, tehát ez ő is mindig hangsúlyozta, és ez személyes tapasztalata volt, mit jelent férfinak is nőnek lenni, és ez a mai napig ez valahogyan a forrás. Utána, mint pápa, tehát ez az ő tanítása, tehát nem véletlenül, és emberről szólt, tehát ha ez nézünk egyik másik enciklikát, tehát ez nagyon fontos látni, hogy az ember a központ. Ugye 2005-ben hunyt el a Szent Atya, akkor te éppen hol tartózkodtál, vagy hogy élted meg azt a pillanatot, amikor megtudtad, hogy ő már nincs itt velünk? Érdekes, mert sem Lengyelországban, sem Magyarországon nem voltam. Ezen a héten, mikor már láttunk, hogy ez nagyon, nagyon szenved, és már többször ilyen hamis hírek jöttek, hogy már meghalt, vagy ezen a napon. Én pontosan Kijevben voltam először, mikor a testvérek engem választottak, hogy képviseljen Magyarországon, ilyen provinciális domonkos találkozáson voltam Kijevben. Tehát számomra ez a Kijev és a halála, ez valahogyan egyben van, és most láttam, hogy mit folyik, ez egy ilyen szenvedés dolog, de gondolom, hogy összekapcsolódik valahogyan. A pápa is megmutatta nekünk, hogy a szenvedés egy út arra, hogy Istennel tudunk találkozni is. Te mit tapasztalsz, hogy mennyire látod azt, hogy mondjuk a fiatal papi generáció életében mennyire erősen van meg Szent II. János pápa hatása? Szerintem attól függ, hogy ki is két keresi. Tehát ha keresünk egy mestert, ha keresünk egy ember, aki egy kicsit mint idegenvezető tud lenni, ezt gondolom, hogy lehetne. Az, hogy ki is mennyire személyesen a mai, tehát ez már lassan új generációról van szó. Tehát mikor én beléptem a szemináriumba, lehet mondani, hogy mindig csak egy pápa volt, egy lengyel, a második János Pál pápa. Én nem nagyon emlékeztem a hatodik Pálra, már túl öreg voltam ehhez, mikor jött a következő, a 16. Benedek. Tehát ez számomra a világ, a Vatikán, a pápa, ez mindig hozzákapcsolódik. Már lassan egy új generáció nőtt fel, akinek lehet, hogy ő fontos személye volt, de lehet, hogy a mai világban új kvázi sztárok vannak, és új emberek, akik átvesznek ezt a szerepét. De látom, hogy a második János Pál mai napig, mondjuk itt Magyarországon nagyon híres, nagyon tisztelnek. Vannak iskolák, a metroállomás Budapesten. Tehát ez az jelenti, hogy még emlékeznek rá, és arra, amit tett. És hát azt hiszem, hogy mindig fogunk is. Andrzej, köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és beszélgethettünk. Dicsértessék! Mindjárt köszönöm.